Jó napot kívánok, Hollós János vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a Nyugdíjszerviz első adásának hallgatóit, nézőit, akik több szempontból számíthatnak ma különleges élményre. Először is bátran állíthatom, a téma két legjobb szakértőjét sikerült megnyernünk, dr. Farkas Andrást, a Nyugdíjkor Unions szerkesztőjét, alapítóját, és Karácsony Mihályt, a Nyugdíjas Parlament elnökét, aki több tízezer érintettel van szinte napi kapcsolatban. Másodszor azért különleges ez az esemény, mert először működik együtt az információk eljutatásában az Oltalom Rádió, a Klasszis Média, valamint a Piac és Profit gazdasági hírportál. Ez talán azért fontos, mert mindhárom média hiteles, megbízható hírforrásnak számít, ami a mai demagógiával, félinformációval teletűzdelt világban higgyék el egy komoly szempont. Harmadrészt a téma is izgalmas, hiszen a nyugdíjak ügyében mostanában úgymond forró nyomon lehetünk, például a kialakult gazdasági helyzet miatt Magyarországon több évtizede nem volt a mostanihoz hasonló drágulás, ami például az élelmiszerek piacán meghaladja 40%-ot. Telefonszámunk már most is működik, tárcsázhatják a 70-es 460 07 50-es számot, várjuk véleményüket, kérdéseiket, tehát még egyszer a számunk 70-es 460 07 50. És addig, amíg megjönnek az első telefonok, addig hadd tegyek fel egy előkérdést, hogyha úgy tetszik. Ugye a politikai erők pártállástól függetlenül élnek, halnak a nyugdíjasokért, ha jól követem az eseményeket, legalábbis szavakban. Addig azt az egyszerű igényt nem tudják kielégíteni, hogy a nyugdíjba készülék tudják például, hogy mekkora jövedelemre számíthatnak. Ez miért ilyen bonyolult a 21. században a számítógépek a mesterséges intelligencia korszakában? Miért olyan nagy dolog, hogy az emberekkel pontos információkat kapnak? Hogy látják ezt önök? Karácsony Mihály. Hát abban biztos vagyok, hogy a politikusok nagyon szeretnek a nyugdíjasok szavazataira ácsingolni, mert ez a 2 millió öregségi nyugdíjas a közéletben nagyon aktív. Ennek a csoportnak a legnagyobb a politikai aktivitása a választások révén, ezért azok, akik ezt a csoportot nem tudják megszólítani, azok hát nem reménykedhetnek, hogy kedvező helyzetbe kerülnek a választások után. Tehát ez igen, ezek... De technikailag akkor nem bonyolult, meg lehetne ezt csinálni. Ha megengedhetek, a magyar nyugdíjrendszer az egyik legbonyolultabb a világon. A nyugdíj számításnak a módszere, az sajnálatos módon egy kicsit nagyon komplikálódott az idők során. Ugye az egyszerű nyugdíjkérlet az úgy hangzik, hogy az 1988. január 1 és a nyugdíj megállapítás kezdőnapja közötti időszakban szerzett, járulék alapot képező kereseteinkből számított, havi nettó életpálya átlagkeresetnek egy olyan százalékos mértéke lesz a nyugdíj, amely százalékos mérték attól függ, hogy egész életünk során mennyi szolgálati időt szereztünk, amit napokba számolnak és átszámoltanak évekre. A magyar rendszer előtt még a mesterség és intelligencia is lehet ezzel a fegyvert. Én megkérdeztem a ChatGPT-től, kicsit mellé lőtt, de nyilván meg lehet tanítani neki, hogy hogyan kell ezt kiszámolni. Rendkívül bonyolult. Én azt szoktam mondani, hogy földi halandó nem nagyon tudja magától kiszámolni, ezért van szükség arra, hogy szakértői segítséget kapjon. Megjött az első hallgatónk, akkor lehet kérdezni, tessék parancsolni. De most az közelmúltban két kollégám is elment nyugdíjba, és egyiknek sem intézte a nyugdíjba menetelét a munkahelyünk, olyannyira, hogy az egyik például egy nyugdíj szakértője magán nyugdíj szakértőnek a segítséget és igénybe vette, és elég súlyos pénzekért, hát végül is több száz évvel körülről beszélünk, egy illető az így teljesen hivatalosan végigvitte az ő nyugdíjazását, mert ilyen hatalmas nagy bürokrácia volt, meg úgy tűnt, hogy azt mondta, hogy ő jobb feltételeket tud, hogy ez létezik, hogy erre szükség van a mai világban, hogy ilyen külső segítséget vegyünk igénybe a nyugdíjba menetelkor.
Farkas András válaszol. Hát tekintettel arról, hogy egyebek között ezzel is foglalkozom én is, igen, ennek megvan a maga létjogosultsága, de maga a nyugdíj igénylés az nem egy bonyolult dolog, soha nem a munkáltató intézi, soha nem egy vállalkozás intézi, ez mindig az adott magánszemély intézi, aki a nyugdíjat szeretné kérni. Ma már sokkal könnyebb a nyugdíj igénylés, mint korábban volt, mert vagy bemegy az ember az első kormányablakba, és ott segítenek neki, jobb esetben komolyan is segítenek neki, vagy pedig online fölmegy a magyarország.hu honlapra, és ott a nyugdíj rovatra rákattintva megtalálja a szükséges nyomtatványokat. Amiben szakértői segítség nagyon szükséges lehet, az inkább az előzetes információk összegyűjtése, hogy a szolgálati idő kimutatás rendben van. Ez mindenki kerül? Hát attól függ, persze. Hát persze. Ez egy ugyanolyan munka, mint egy, mondjuk egy ügyvédet igénybe veszek, akkor természetesen pénzbe kerülhet. De nem biztos, hogy pénzbe kerül, attól függ, hogy milyen a kérés. A törvény alapján a nyugdíjt megelőzően 5 évvel kérheti az illető az előzetes nyugdíj megállapításra kapcsolatosan adatokat. Ekkor a hatóság el fogja neki küldeni, hogy mi, mint hatóság, hány évet tartunk nyilván, menjen jövedelmet tartunk nyilván. Ezt 3 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kötelezően megcsinálja a nyugdíj megállapító hatóság, tehát a kormányhivatal. Ha korábban akar valaki, akkor pedig kérelemre, akárhányszor lehet kérni. És akkor van 3-4-5 év, hogy végig menjek rajta az emlékeim és a valóság, hol téríti el egymást, és akkor én most már célzottan rákérdezhetek, hogy de én a főiskolás időszakomban egy hétig közmunkán voltam, répát szedtünk. Megérzem. Céklát, én cékla voltam, bocsánat. Ez benne fog szerepelni a nyilvántartásba, ha benne van. Ha lejelentett. Ha lejelentették, az a TS, az a munkáltató, akkor lejelentette. Ezt ő végignézheti, hogy volt külföldön, volt ilyen állapotban, stb. És ha ez megfelelő, akkor ezt tudomásul veszi, ha nem, akkor van ideje, hogy ezt ennek után nézzen, kérelmezhetési nézzenek utána, és ő is megteheti a lépéseket, megnézheti, hogy otthon van-e nyilvántartása, netalántán megvan-e még a munkakönyve, ez követhető, a bérjegyzéke követhető-e, és hogyha okirati igazolással nem tudja igazolni, még akkor is van lehetőség, mert tanúbizonyságú is lehetőség. Azt csak a szolgálati időre. Keresetet nem lehet tanúkkal, de szolgálati időt lehet. Értem. Egyébként ha egy kedves hölgy a kérdező, de a fiú kérdezik tőlem, hogy a katonai időt az hogy a csodával lehet igazolni. Ugye az én korosztályom az még volt sor katona, az itt ülök mindegyik. Az ezzel számítani? Hogy ne számítana be, azt a katonakönyvvel lehet igazolni, de nagyon sok ismerős például elhányta a katonakönyvét menet közben. Ilyen esetben a HM-hez kell fordulni, amire én részében, mert annak van egy ilyen személyzeti részlege, és tökéletes, hogy ne számítana. A másik, ami a fő, nőket és férfiakat egyaránt érinti, hogy a egyetemi tanulmányokról, főiskolai tanulmányokról semmilyen adat nincs a nyugdíjfolyósítónál, tehát ezt nekünk kell igazolni, mégpedig nem elég a diploma, hanem a leckekönyvet kell bemutatni, hogy oda jártam, letettem a köztes őket, és akkor ezzel, ugye ezzel sok évet lehet nyerni, hát a főiskola vagy egyetem az 3-6 évig terjed, tehát mondjuk egy orvos az eleve 6 évet nyer ezzel, az egy a sorkatonai szolgáltunk meg 1-2 év volt, attól függ ki melyik évvel. De ez csak akkor kell, hogyha a hivatalosan megkapott dokumentum, ez nem szerepel. Ez nem fog szerepelni semmiképpen. Tehát ez a kettő, ez nincs benne, ezt nekünk kell mindig igazolni minden esetben. Sikerült válaszolni a kérdésre? Igen, köszönöm szépen. Még annyit kérdezhetek akkor? Akkor olyan értelemben nincs jelentősége, hogy én felfogadok egy ilyen szakembert, aki ebben nekem segít, hogy jobb feltételekkel tudok. Vagy esetleg magasabb lesz a nyugdíja? A jobb feltétel az nem attól van, mondjuk az adatok összeszedésében is nyilván segíthet meg, aki gyakorlottan jár kell a bürokrácia útvesztőjéből, az nyilván egy nagyon nagy segítség lehet. Mondom, hasonlíts egy ügyvéd segítségéhez, elmehetek én magamat is képviselni egy polgári perbe, de feltétlenül sokkal nagyobb eséllyel tudok én nyerni, vagy elérni a céljaimat, de amiben igazán tud segíteni egy szakértő, az, hogy mikor adjam be a nyugdíjigénylést. Mert a nyugdíjigénylés időzítése az egy kulcsfontosságú kérdés, nem tudom, ha még előjönne a műsorban, de amikor ennyire magas az infláció, ilyen hektikusak a viszonyok, és ennyire nem lehet kiszámolni a jövőt, akkor borzasztóan fontos, hogy azonnal igénylem a nyugdíjat, vagy elhalasztom a nyugdíjigénylést, vagy visszamenőleg igénylem. Ezeket egy megfelelő szakértői segítség nélkül nem tudja eldönteni egy laikus ember. Akkor
akkor célszerű, hogyha kicsit bonyolult a helyzet. Voltam, mint tudom én, 5 évig külföldön dolgoztam, hosszabb ideig beteg voltam. Szóval amikor nem olyan egyszerű, akkor feltétlenül szükséges egy szakértőt felkérni. Például külföldön rengeteg magyar szerez nyugdíjjogosultságot. Ugye most is 650-850 ezer közé teszik azon magyarok számát, akiknek lesz külföldi szolgálati idő, meg külföldi kereset. Ennek a beszámítása, elintézése az egy nagyon speciális szakmai kérdés, és szerintem egybehangzó tapasztalatunk, hogy ez még a nyugdíj megállapító hatóságnak is sokszor évekbe telik, mire minden adatot tisztáznak. Ehhez is kell egy szakértői segítség, ez nagyon sokat segít. Értem. Még egy kérdésem még lehet. Igen, parancsolj. És akkor átadom utána már a terepet másnak. Ugye, hát mivel az kiderült, ugye akkor, hogy hölgy vagyok, és hát még picit odébb van, de azért nem annyira messze, hogy esetleg, ha még megvesz ez a 40 évvel munkaviszonnyal elmehetek nyugdíjba, vagy megvárom ugye a korhatárt, hogy amikor már ezt igénybe venném ezt a 40 évet, akkor például a gyesen, meg a gyeden eltöltött idő, az levonódik a 40 év munkaviszonyból, vagy az beleszámít vajon? Persze, hogy levonódik. Tehát a nem 40 év munkaviszony kell, hanem 40 év jogosultsági idő kell, vagy jogosító idő. Ebből 32 évnek kell lenni alapesetben a munkával szerzett szolgálati időnek, és 8 évet lehet beszámítani a gyerekneveléssel kapcsolatos időkből. Ilyen a terhességi gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, a gyes, a gyet, a gyed és az összes ilyen gyével kezdődő ellátás folyosítás ideje, az beszámít, de legfeljebb 8 év tartamba, ez jellemzően 3 gyereknél már összejön ez a 8 év. Ha ennél többet csak akkor lehet gyermeknevelésből beszámítani, hogyha 5-nél több gyermeke lenne egy édesanyának, vagy ha valamelyik gyerek az súlyosan fogyatékos lenne, de hát reméljük erről nincs szó. Ilyen esetben tehát úgy számoljanak, hogy 8 év a gyerekneveléssel figyelembe vehető idő, és 32 évnek kell legalább munkával szerzett időnek lenni. És az, hogy marad-e a 40 év, ez egy alapvető kérdés, gondolom, hogy Mihály véleményére is kíváncsi vagyok. Én úgy látom, hogy ezt hosszan nem lehet fönntartani, mert irtózatosan drága megoldás. Ez olyan, mintha be lenne építve a hölgyek számára egy olyan nyugdíjmegoldás, amit lassan az összes nő igénybe vehet 2-3-4 évvel a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt, miközben nyilván nem ez volt a szándék, hogy egy 2-ös nyugdíjkorhatár alakuljon ki, már csak azért sem, mert most a férfiak már egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a hölgyekhez képest. Tehát lehetséges, hogy a jogosító idő követelménye az szigorodhat a jövőben. Az én véleményem szerint a 43 évre kéne fölhúzni, amiatt, hogy amikor 2011-ben bevezették a nők kedvezményes nyugdíját, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár, azóta már 65 év lett, és ez a 3 év emelkedés, és ez nincs beépítve a jogosító idő. Mi itt a nyugdíjas szervezetek körül mi ragaszkodnánk a 40 évhez, sőt nem is kezdeményezzük, de támogatjuk azokat a folyamatokat, amikor a férfiaknak is a 40 évet vezetik be. Ezt nem tudom, önök tudják-e, hogy 2010-ben ezt már beadták országgyűlési törvényjavaslatnak, nem sikerült, majd 2015-ben 4 szavazásnak adták be. A első körben a Nemzeti Választási Bizottság elkaszálta, a kúria tovább engedte, elkezdődött a gyűjtése, hogy a férfiak is 40-nél mehessenek el. 115 ezer aláírás már összegyűjtöttek, amikor az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy mégsem mehet, és ezt nagy látványosan meg kellett semmisíteni ezeket az aláírásokat. Most ez megint felemeledik, nem olyan régen volt Jobbikos képviselő. Pontosabban Jobbik adta be, de ez a Bánya szakszervezet nek a kezdeményezése volt, és volt ebből politikai vitanap, tehát ez egy élő kérdés. Annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy abszolút nem ördögtől való, hogy a férfiak is elmehessenek a korhatárok előtt nyugdíjba, sőt, írd és mondd, az összes modern nyugdíjrendszerben létezik korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség, de akkor egyet tudomásul kell venni, és a nőknek is, hogy abban a pillanatban, ha én korábban veszem igénybe a nyugdíjellátást, akkor az összegét büntetni fogja egy ilyen málusz, egy elvonás, ami azért alakul, ez általában jellemzően hálás. De ez most nem így van egyébként? Nem. A nők kedvezményes nyugdíj, az teljes nyugdíj, abszolút hungarikum, semmilyen lefonás nincs benne. Semmilyen más országban található. Amíg van, addig érdemes, persze, sehol nincs más. Szóval ez szinkronban... De érdemes belehúzni, hogyha jól értem a szakértőt. Szinkronban van azzal a egyébként sokak által támogatott követelmű, hogy rugalmas nyugdíjba vonulás. Ez az, pontosan. Tehát nem kötelező elmenni,
40 év jogosultsági idő után a nők esetében persze, kötelező. Nem. Ha ő mérlegelhet, tovább akar dolgozni, akkor tovább dolgozik, nyomja fel a szolgálati díjat, nyomja fel azt a százalékos arányt, ami alapján majd megállapítják a nyugdíját. Tehát én azért gondolom, hogy mondom, kezdeményezni, nem kezdeményezni, de támogatjuk, hogy akik ezt kezdeményezik, hogy a férfiak esetében is ez legyen lehetőség. Én szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy akkor abszolút elképzelhető, és kimondtad a varázsszót, a rugalmas nyugdíjvonalat. Volt nálunk rugalmas nyugdíjvonalási lehetőség 2011 előtt, de akkor azt kell mondom tudomásul venni, hogy évente körülbelül 3-5%-kal kisebb a nyugdíj. Tehát ha valaki 3 évvel korábban akarna 62 éves korában egy férfi elmenni, akkor szembesül az, hogy 12-15%-kal kisebb a nyugdíja élete végéig. Hiszen gyorsabban kikerül valaki a járulékfizetői körből, amikor ugye ő hozzájárul a közterviseléshez, és gyorsabban bekerül a nyugdíjasok körébe. Most persze ez nem ennyire egyszerű, de lényeg az, hogy az egyik oldalon, a másik oldalon korábban kerül át, mint a tervezet. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm a mi köszönjük a hívást. Köszönöm, viszont hallásra. Telefonszámunk 70-es 460 0750. És akkor várjuk a hívásokat. Két szakértőnk, dr. Farkas András és Karácsony Mihály itt ül, és minden kérdésre remélhetőleg tud is válaszolni. András, egy mondat megütötte a fülemet, hogy a infláció miért befolyásolja, hogy mikor érdemes megigényelni a nyugdíjat? Milyen összefüggés van? Ez a nyugdíj emelés módszeréből következik. Például most az utóbbi két évben, amikor elszabadult az infláció, akkor nagyon érdemes megfontolni azt, hogyha én beadtam mondjuk 2022-ben a nyugdíj igényemet, akkor a nyugdíjt, és meg is állapították 2022-ben, akkor a nyugdíj emelés az a 2022, a 2023-as inflációtól függött, és akkor már most 2023. január 1-től megemelték az infláció, most ugye egyelőre 15%-nál tartom, hogy itt teljesen egyetértünk a Mihállyal, hogy ez egy borzasztóan kevésnek tűnik, de lényeg az, hogy 15%-kal már megemelték annak a nyugdíját, aki tavaly ment el nyugdíjba, és idén februárban már megkapta a 13. havi nyugdíját, szintén ebbe az emelt összegbe. Így az infláció, az közvetlenül befolyásolja a nyugdíj karbantartás révén, hogy mikor érdemes elmenni. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Nyugdíjszerviz! Üdvözlöm a urakat! Szóval fontos kérdésem lenne önök felé, nem sokára nyugdíjba kerülök, de mivel megtartottam a magánnyugdíjpénztára tagságomat, az a kérdésem, hogy ez a 25%-os csökkenés, amit beharangoztak, hogy aki megmaradt tagnak, az csak 25%-a kevesebb nyugdíjat kap, az melyik időszakra vonatkozik? Ugyanis 82-ben kezdtem dolgozni, és 98-12-31, tehát azt mondom 99-ig még a régi központi nyugdíjba fizettem be a járulékokat. Erre az időszakra is vonatkozik a 25%-os csökkentés, vagy csak arra az időszakra, amikor én magánnyugdíjpénztári tag voltam. Ha szakmailag elmondasz, mert Mihály elmondja hozzá a politikai tudnyilvánokat. A lényeg az, hogy a szakma, először is nem 25%, hanem most éppen 21%-nál tart az a potenciális csökkenés. Ugye ez azért van, mert 2010-ig lenne érvényes az, hogy az állami nyugdíj az 75%, a magánnyugdíjpénztári járalék meg 25%, ez volt a terv. De mivel megszűnt 2011-től az oda történő befizetés, ezért most éppen a 20-21%-os csökkenéssel nézne szembe az, aki marad a magánnyugdíjpénztár tagja akkor is, amikor elmegy nyugdíjba. Ilyenkor ő a következő választással fog ön is szembesülni. Eleve csak a 4 talpon lévő magánnyugdíjpénztár közül az egyik, a Horizon tud fizetni pénztári járadékot, a másik 3 nem. Tehát, hogyha véletlenül maradni akar magánnyugdíjpénztári tag nyugdíjas korban is, és vállalja azt, hogy az állami nyugdíja egy olyan 20-21%-a kisebb összegű lesz, akkor előtte át kell pakolni a másik 3 nyugdíjpénztárból a Horizontba az ön az egyéni számlájának a egyenlegét, mert csak ők tudnak járadékot fizetni.
Ilyen esetben kiszámolja önnek a nyugdíj megállapító hatóság is, hiszen föltünteti, hogy ön magánnyugdíjpénztár tagja, kiszámolják önnek azt a nyugdíjat, ami az állami nyugdíj, és kiszámolják azt a nyugdíjat is, ami az úgynevezett magánnyugdíjpénztári szorzóval csökkentett állami nyugdíja lenne, és időközben pedig önnek kell kérnie, de mondjuk ez köteles megtenni a Horizont, hogy kiszámolja, hogy az ő pénztári járadéka mennyi lenne az ön számára. És akkor nagyon egyszerű eldönteni, hogyha a pénztári járadék az magasabb, mint ez a 20-21%-os csökkenés, akkor érdemes a pénztárba maradni, ha nem magasabb, akkor viszont érdemes az utolsó pillanatban, akár még utána is visszalépni. Sajnos az esetek 95%-ában a visszalépés célszerűbb, tehát hiába tartott ki hősiesen a magánnyugdíj pénztár mellett, nagyon kevés ember az, aki jobban jár a magánnyugdíj pénztári tagság megtartásával nyugdíjas korában. Igen, szakmaiak nem tudok. Ilyenről nem volt szó. Tehát azt jelenti, hogy a nyugdíjfolyósító elindes egy két változatot? A kormányhivatal, igen, ez még nem a nyugdíjfolyósító, ez a kormányhivatal, az kiszámolja az ön állami nyugdíját, a teljes összegűt is, meg a magánnyugdíjpénztári tagnak járó nyugdíjat is, és ezt akkor tud így dönteni, önmagában ettől nem tudja eldönteni, hogy melyik a jobb, hanem hogyha megvan a másik oldaltól is a kötelezően kiszámítandó pénztári járadék, ami egyébként azért egy ilyen, nem annyira kifinomult ez a pénztári járadék, mert ez azt jelenti, hogy az ön évjáratának a 65 éves korban várható további élettartama hosszát veszik figyelembe, és a hátralévő hónapjai számával elosztják az egyéni számáján lévő magánnyugdíjpénztári megtakarításának az összegét, és ez lesz a pénztári járadék. Tehát, hogyha ő hosszú életű évjárat tagja, akkor pici lesz ez a járadék. Karácsony Mihály is reagál. Mennyi volt távol a 15 évvel, vagy 20 évvel, vagy nem tudom most mennyi a az elfogadott életet. Férfiaknál 14 és fél év most nagyjából, de ezt a pandémia berámadhatja, és minden magányugdíj pénztár a saját aktuáriusi táblázatait használja. Igen. Még egy megjegyzésem van, hogy horizontos vagyok. Hát akkor már nyert ügye van. Igen. Hú, de jó helyen van. És idén már közöltek egy várható, hogy mondjam, szolgáltatás miatt, vagy mindenki összeget. Igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ha... Távkodtok megvannak. Ha megjön, akkor mi lesz? Úgyhogy izgulok, meg kell, hogy mondjam. Igen. Én ez a szakmai levezetésre nem tudok hozzászólni, én csak azt tudom, hogy amikor bevezették ezt a magánnyugdíj szolgáltatást, kötelezővé tették, ugye a pályakezdőknek kötelező volt belépni, a 47 év, akkor 47 év alattiak választottak, és a 47 év fölöttieknek már nem lehetett belépni, mert hogy ők már a hátlevő időben úgyse tudnak annyit akkumulálni. És ezt az egyébként kötelező járulékot kellett megosztani, eltér évenként eltér, hol 6, hol 4, hol 7% ide, a többi pedig az államival. Most hát várhatóan ebben lesz változás, mert 2015-re egy új nyugdíjreformot kell a kormánynak kialakítani. 2025-re, pardon, egy új nyugdíjtörvényt kell kialakítani, és fel kell váltani a 97 évi nyugdíjtörvényt, és hát ott szinte biztos, hogy visszahozzák a magánnyugdíj pénztárakat, nem így fogják nevezni, mert ennek a neve nem jól cseng az embereknek, hanem mondjuk foglalkoztatói nyugdíjnak, vagy munkanyugdíjnak fogják nevezni, mert Európában mindenhol létezik, mindenhol minimum 3 lába van a nyugdíjrendszernek, a központi költségvetés által fizetett egyik láb, a foglalkoztatói munka vagy magánnyugdíj a másik láb, és a harmadik pedig egy piaci termékként, aki mindenki maga öngondoskodásra lesz. Ez várhatóan ez lesz, és ezt akkor talán hosszú távon így fog történni Magyarországon is. Akkor javulni fog a helyzet, reméljük. Hát az erősen remélhetjük. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkoztak a kérdésemben, és válaszolni tudtak rá. Köszönjük a figyelmet. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Telefonszámunk 70-es, 460 07 50. És már is van valaki a vonalban. Halló? Halló?
Már azt hiszem én nyomtam rosszul a telefon, tehát hívjon minket újra nyugodtan, megpróbálom majd ügyesebben fölvenni, elnézést kérek. 25-től akkor a mostani rosszabb helyzetnél várhatóan jobb lesz a... megbeszéltük az elején, hogy a mesterséges intelligencia sem képes kezelni a magyar nyugdíjrendszer vonagságait. Hát annyiban biztos, hogy jobb lesz, mert amit András elmondott, az tényleg nem fehér embernek való, hogy pestesen mondjam. Tehát azt követni, az biztos, hogy nehéz, nagyon nehéz. És ugye a nyugdíjreforma, a várható nyugdíjreforma, mindketten szorgalmazzuk például azt, az András első helyen szokta a cikkeiben megjelenteni, hogy fel kell bruttósítani a nyugdíjakat. Ez megint egy olyan hungarikum, hogy Európában mindenhol bruttó nyugdíj van, és ebből adódóan utána adóznak az állampolgárok. Az a kérdés, hogy jól járnak, vagy nem járnak jól, hát azt kell most jól összeszedni, szerintem jobban járnak, mint most. Szerintem is jobban járnának. Ez a bruttósítás, ez egy elég nagy horderejű téma. Annyit ugye talán érdemes a hallgatókkal megosztani, hogy 2013. január 1-én, tehát pont 10 éve be akarták ezt vezetni. És akkor az utolsó pillanatban lefújták ezt a bruttósítást, minden elő volt készítve, megvoltak a kedvezményes járulékkulcs, ugye az egészségbiztosítási járuléknak lett volna egy kedvezményes kulcsa, meg egy minimális adó, de akkor várjuk először, hogy mit kérdez a kedves. Tessék panaszolni, nyugdíjszerviz! Jó napot kívánok, fiúk, Sándor! Én arról szeretnék érteklődni, hogy a felségem szeretne elmenni a Nők 40 programmal nyugdíjba. 1967-es születésű, tehát 66 éves. Egy gyerekünk van, ő vele 2 évig otthon volt gyesen, és összesen volt fél év tárgyalni, azon kívül végig be volt jelentve minden munkahelyen. El tud-e menni ezzel 2 év múlva, nyugdíjban 40 év? Szerencsére a kedves felesége 56 éves, nem 66, kicsit megöregítette. Igen. Úgyhogy kikapott formát. Ezt így kapásból azért nem lehet megmondani, mert a jogosító időben egy csomó tényező nem biztos, hogy beszámítható. Ilyen például a idős hozzátartozó ápolásával fordított idő, ilyen. Nem volt munkanélküliség. Azt rendben van. Egyetemet végzett? Vagy főiskolát? Csak középiskolát. Akkor a középiskola után rögtön elkezdett dolgozni. Tehát 18 éves kor óta végig dolgozott, és sem volt 2 év. Amikor a gyerekünk született. Az beszámít. Ugye annak kell, hogyha itt összeadogatják, hogy napra pontosan jöjjön ki az a 40 év, de egyébként föltétlenül teljesen ingyenes, költségmentes és 15 napon belül legkésőbb, vagy inkább 10 napon belül szokták kiadni az úgynevezett hatósági bizonyítványt, amit be tudnak adni a neten keresztül a magyarország.hu honlapról elindulva. Ott van, hogy nyugdíj és hatósági bizonyítvány, azt arra kattintsanak rá, hogy leírja pontosan a szöveg, hogy mit kell tenni, adják be azt a kérelmet akár az ügyfélkapunk keresztül, és villámgyorsan kijön, hogy a nyilvántartásban a kedves felesége részére a jogosító idő hossza eléri a 40 éve. Ha eléri, akkor azonnal igényelheti, ha nem, akkor meg kell nézni, hogy mennyi idő hiányzik, hány nap, hány hónap, hány év, és azt még meg kell szerezni a munkavégzés révén, és akkor utána igényelheti. És nem tudom, figyelte az eddig elhangzottakat, de Farkas András elmondta, hogy nagyon érdemes ezt a 40 évet igénybe venni, mert nagyon kedvezményes. Ez így van, különösen, hogyha valaki dolgozni szeretne mellette, akkor a 40 éves nyugdíj mellett dolgozni a hölgyeknek, Isten jó, mert akkor vinni a szituáció. Ami, de egy lényeges, a 32 év mindenképpen munkaviszonyban. Hát ez 38 év lesz most, ugye annyi kell, mert hogy 2 év van a gyerekkel, akkor 38 évet kell munkaviszonyban megszerezni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Szívesen. Telefonszámunk 70-es 460 07 50. És amíg újabb telefonáló érkezik, addig jöttek írásban is kérdések, azokkal traktálnám kedves szakértőimet. Zentai Zoltán még kérdezi, hogy neki rokkantsági ellátása van, miért nem kaphat a kormány hivataltól 3 évenként rendkívüli emelést és rendkívüli segélyt, még nyomtatványt se adnak neki, de erre akkor visszatérünk. Akkor visszatérünk a telefon. Tessék parancsolni, nyugdíjszerviz. Nem napot kívánok, Kosztolány, nyugdíjban vagyok, Bajáról beszélek. Tessék kérdezni. Jó napot kívánok! Egy kicsit most a rádió az nem működik nálam, online hallgatom.
A mostani nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Tegye meg bátran! Mennyire működnek ezek ezek a nyugdíj megtakarítások? Van esetleg már tapasztalat? 2014 óta van a mai értelemben egy nyugdíjbiztosítás, amit támogat az állam személyi jövedelemadó jóváírással. 447 ezernél tart most a számláló, annyi magyar állampolgár kötött már a nyugdíjbiztosítást. A többség most megijedt, hogy mi lesz ezzel, hogy a kamatadó mellett most még szociális hozzáállási adót is kellene fizetni, de ez egyáltalán nem vonatkozik a nyugdíjbiztosításokra, hiszen itt a dolog lényege a nyugdíjbiztosításnál, hogy a szolgáltatása a biztosítónak az akkor következik be, amikor valaki eléri a nyugdíjkorhatárát, vagy a nők 40-et igénybe veszi. Tehát itt eleve föl sem merül se kamatadó, se szockó fizetés. Mondom, érdemes a kínálatból csemegézni, tájékozódjon a neten előtte, mert több mint 60 féle nyugdíjbiztosítási konstrukció él. A Nemzeti Bank az összeset ellenőrzi, van egy úgynevezett nyugdíjbiztosítási teljes költségmutató, ami azt biztosítja, hogy nehogy elszaladjanak a költségek, és ne az ügyfelek kárára próbáljanak esetleg érvényesíteni egyéb érdekeket a társaságok. Úgyhogy én ezt ajánlom, hogy erős tájékozódás után szépen vegye igénybe ezt a szolgáltatást, hogyha kívánja. Emellett van két nagyon fontos egyéb megtakarítás lehetőség is nyugdíj célú. Az egyik az önkéntes nyugdíjpénztári tagság, ezt szintén támogatja az állam személyi jövedelemadó jóváírással. A harmadik pedig az úgynevezett nyugdíj előtakarékossági számla, amit NYESZ-nek vagy NYESZ-R-nek rövidítenek, mondom az R az a ritári, mert van jó magyarosan. De lényeg az, hogy ez a három megtakarítási forma, ez összesen 280 ezer forint értékű személyi jövedelemadó jóváírást érhet, ha valaki kimaxolja az ebből fakadó lehetőség. De igen, nem. Itt nézem a Facebookon is, onnan is jött Kele Anna. Igen. Kedves hallgatónk feltette azt a kérdést, hogy a nyugdíjak bruttósításakor meg kell nézni, hogy a nyugdíjasok mennyi pénzt tudnak igényelni vissza az adóhatóságtól. Igen, amikor mi azt mondtuk, hogy várhatóan jobb helyzetbe kerülnek, mert ugye két fajta adókedvezmény van, vagy adókedvezmény, vagy adójóváírás. És bizony, hogyha azok a kedvezmények, amelyek minden személyi jövedelemadó fizetőt megilletnek, ha bruttósítanák a nyugdíjakat, akkor itt is lehetne ezeket érvényesíteni, itt a súlyosan fogyatékos személy ápolása, vagy esetleg korkedvezményes, vagy eltartottak van esetében, vagy ugyanúgy lehetne érvényesíteni az adójóváírásokat, mint amit az András is mondta, hogy ha idős és nyugdíjas is, és még fizeti a biztosítást, egészségbiztosítás valami, akkor ott is tud érvényesíteni kedvezményeket. A európai gyakorlat is az, hogy ugye a harmadik megoldás az, hogy eleve sokkal alacsonyabb kulcsú az az adó, amit egy nyugdíjasnak kell fizetni. És ez esetben ehhez arányosítva szintén természetesen igénybe lehet venni a betegséggel, egészségállapottal összefüggő kedvezményeket, mondjuk nézzük meg a német vagy az osztrák példát. Ez teljesen átvihető, mert ennek működő európai gyakorlata van. Én nagyon boldog lennék szerintem Mihályékkal együtt, hogyha ezt meg tudnánk valahogy valósítani Magyarországon. Ugyanis van ennek egy nagyon fontos pszichológiai összetevője is. Ha valaki bruttó nyugdíjat kap, és adófizető és járulékfizető élete végéig, soha többé nem lehetne rásütni a nyugdíjasokra, se rossz indulatúan, se semmilyen indulatúan, hogy ő eltartott. Tehát ez egy vérlázító, diszkriminatív szöveg, és így aztán ezt ki lehetne teljesen. Igen, ugye azt, ahogy az András is mondta, hogy ez elfogadott törvény volt, csak akkori ellenzék, most teljesen mindegy, melyik volt, azt kezdte savazni a kormánypártot, hogy meg akarják adóztatni a nyugdíjat. És ez olyan mértékben jött, hogy az akkori kormánypárt úgy ítélte meg, hogy akkor inkább visszavonjuk, ezért beterjesztett egy törvényt, amelyben hatályon kívül helyezi azt a törvényt, ami bruttósítást okozott. Az a baj a nyugdíjrendszerrel, hogy nem szabad ilyen plakátokra illő demagóg szövegekkel operálni, de nem is szabad, tehát egy nyugdíjreformot nem lehet úgy megcsinálni, hogy
ilyen szlogenekkel operálunk, mert ez egy nagyon bonyolult, több millió ember sorsát érintő kérdés, tehát itt valóban nagyon komoly. Egy példát ad mondjak, az egyik leghíresebb nyugdíjrendszer a svéd. A svéd nyugdíjrendszer nagy példája az európai nyugdíjszakértőknek, hogy több mint 24 éven keresztül vitatkoztak arról, hogy mi lenne az ideális nyugdíjrendszer. 24 év. Hát nálunk körülbelül 10 perc alatt szoktak el. Hát igen, és ugye ha körülnézünk napjainkban Európába, akkor hát nem csak a francia tüntetésekre utalok én, amit még mindig nem nincs nyugvóponton, továbbra is akcióznak, hogy a 62 évről 64-re ne emelje fel a kormány, és hát fenyegetik az olimpiát, és ott akarnak majd bizonyos akciókat bevezetni. Mondom még egyszer, 62-ről 64-re, de nem fogadja el a társadalom ezt a módosítást. Úgyhogy de cseheknél, románoknál, Oroszországban ez a nyugdíj kérdés, ez nagyon komoly politikai csata mindenhol. Remélem, sikerült válaszolnunk. Lehet még egy kérdésem? Igen. Anyósom egy pár évvel ezelőtt ment nyugdíjba, ő tanárnő volt, és a nyugdíja valamennyivel több lett, mint a jövedelme. A mai időben is hallom, hogy aki elmegy nyugdíjba, vagy ugyanannyi nyugdíjat kap, mint ami a jövedelme volt, vagy egy picivel többet. Mielőtt folytatná, igen, ilyen esetről egyáltalán nincs tudomásom. Tehát ez valami annyira kirívóan ritka, hogy a többség az nagyon örül, hogyha az átlagos keresetnek a 60-70%-át megkapja a nyugdíjba, vagy még kisebb, most éppen 54%-nál tartunk. Tehát az, hogy valaki a korábbi keresetnél magasabb a nyugdíja, az akkor lehetséges, hogyha az utolsó munkahelye során nagyon alacsony keresete volt, korábban jobban keresett, és ezért az egész életpályára vetített átlag keresete magasabb. Csak ilyen eset. Igen, lehetséges, hogy ez biztos vagyok benne, hogy ez így van, illetve egy egészségügyben dolgozó hölgytől hallottam ezt az információt, hogy lehet, hogy az egészségügy béreinek a helyreállítása után történt ez így. Lehet hallani azt az információt, hogy a nyugdíj ugye egy 20-30 év múlva jóval kevesebb lesz, mint az aktív kereset. Igazából, ez most is jóval kevesebb. Tehát ez nem újdonság. Értem. Jó, tehát igazából visszatérve erre a nyugdíj biztosítási történetekre, hogyha valakinek van lehetőség, akkor mindenféleképpen tájékozódjon és lépjen ebben az irányban. Így van, mert minél fiatalabb valaki, annál súlyosabb nyugdíj jövő vár rá, tehát azt arra föl kell készülni. Itt a Facebookon Hidasi György arról érdeklődik, aki hallgat bennünket, hogy most hallom, hogy a sorkatonai időmet is 80-82 be lehet számítani. Bizony. Ez nem szerepel az időmet meghatározó visszaigazoláson, ekkor mi a teendőm? Hát ezt mondtuk el, hogy soha nem szerepel, mert a katonai nyilvántartás nincs összevezetve a nyugdíjbiztosításival. Tehát befárad, ha megvan a katonakönyve, bemegy az első kormányhivatalba, ott szépen hivatalosan ezt beszkennelik, hozzácsapják a szolgált idejéhez minden gond nélkül. Ha nem lenne meg a katonakönyv, akkor pedig ír a HM-nek, van egy személyügyi parancsnoksága, és az is minden zokszó nélkül kiadja a katonai idejéről szóló igazolást. Telefonszámunk 70-es 460-0750, és írásban is érkeznek kérdések. Visszatérnénk itt Zentai Zoltánné kérdésére, mert a rokkantság. Igen, a rokkantság. Tehát az a kérdés, hogy rokkantsági ellátása van, és miért nem kaphat a kormány. Azért, mert a rokkantsági ellátás, mert a rendkívüli emelés és az egyszeri segély az a nyugdíj ellátásokra vonatkozik csak. Az egészség, a rokkantsági ellátás viszont egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, ott nincsen ilyen típusú méltányossági lehetőség. Tehát a kormányhivatal jogosan mondta azt, hogy neki ez nem jár. A kivételes nyugdíj emelés ugye 3 évente lehet kérni. De csak a nyugdíjasnak. Csak a nyugdíjasnak, akinek az nyugdíja és egyéb pénzbeli ellátása nem haladja meg a 120 ezer forintot. Hát ugye kedves hallgatónk, nézzünk, azért kérdezte ezt, mert a havi 80 ezer forintból nagyon nehéz. Igen, de még egyszer mondom, amit a Mihály mondott, az a nyugdíjakra vonatkozik. Igen, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, meg egy csomó ilyen egészségkárosodási járadék, az sajnos nem esik a nyugdíjellátások elbírálási. Igen, csak az a gyanú, hogy a hölgynél a jogszabályokat felírja a nehéz megélhetése, mert azt látom, hogy 15-80 ezer forintból diétában. Hidasi György, köszönöm a gyors válaszokat,
és egy Dinnyés László pedig azt a megjegyzést teszi, hogy Svédországban 2030-tól 68 év az öregségi nyugdíjkorhatár, és senki nem tiltakozik. Ez a megjegyzésem, hogy ott a egészségben eltöltött idő is legalább 15 évvel magasabb, mint Magyarországon. 10-zel, azért nem 15-tel, de 10-zel magasabb, és már most 63 és 69 éves kor között lehet igénybe venni Svédországban nyugdíjat, de azzal, hogy aki elment ott 63 évesen valaki, de fel akkor a nyugdíja lesz, mint hogyha kivárja. Tehát már most is egy ilyen csúszó nyugdíja, 63-69-et érkezik. Már most. Svédországban. Nem Svédországban. Azért tiltakozom, mert én úgy érzem... Átlagos nyugdíjas Dániában 71 évesen mennek nyugdíjban. Ez érdekes. Hát mert egészségesek, dolgozni szeretnek, nem akarnak nyugdíjas. De Magyarországon azt érzem, hogy szociológiailag 60 évesen elfáradnak az emberek. Hát vannak ilyen elfáradnak, van, aki nem. Miért van? Egyrészt a más életkörülmények, másrészt meg így nem igaz, mert ugye nem tudom, a Mihályék is szoktak tiltakozni, amikor a nyugdíjas társadalmat ilyen egységes masszának tekintik. Nem egységes massza, ott ugyanolyan rétegzettség van, ugyanúgy van jó egészségállapot, meg rossz, jobb anyagi körülmények, meg rosszabb, meg nagy ingatlana van, meg kicsi ingatlana van, és köztük ugye mi mindig azzal foglalkozunk, mert hát őket akarjuk segíteni, akik tényleg nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és például a rokkantsági ellátásnak ez a ugye a hölgynek azt mondom, hogy a rokkantsági ellátást azt egy módon lehet növelni, hogyha esetleg romlana az egészségi állapot, vagy ha már régen volt egészségügyi felülvizsgálatom, ő minden évben, évente kérhet egy egészségügyi felülvizsgálatot. És ha azt állapítanák meg, hogy romlott az egészségi állapota, és ezért átsorolódna egy másik kategóriára, tehát mit tudom én a C2-ből D-be, vagy a D-ből E-be, akkor emelnék vagy emelkedhetne az ellátása, még ekkor sem biztos, mert ez egy nagyon szigorú szabályozás van, de igazán egy rokkantsági ellátás csak akkor nőhet, hogyha az egészségállapot is változik. Itt van előttem az a legfrissebb statisztika, hogy Magyarországon a férfiaknak az egészségben eltöltött éve 61,5. Tehát 61,5 átlagosan az egészségben eltöltött év. Tehát amire nagyon fontos adat szerintem. A hölgyeknél 63,5. Ez egy nagyon fontos adat. Ez azt jelenti, hogy amígre eléri a nyugdíjkorhatárt, az már biztos, hogy krónikus betegségekkel, gyógyszerekkel, folyamatos orvosi ellátás, rendkívül leromlott egészségű állapotban van. Mihályt azért szeretnék ezzel vitatkozni, mert igaz, teljesen igazad van a 65 éves kor előtt, de amikor nyugdíjba mennek, akkor a 65 éves korban várható további egészséges élettartamot kell mérni, és ott már újraindul ez a számolás, hogy ez egy aktuális bonyolult cucc, és akkor azt hiszem, hogy a férfiaknál a 65 éves kortól még van 4 év viszonylag egészségben, nőknél meg talán 6 év van. Rendkívül fontos itt megjegyezni, hogy a férfiak közel 40%-ban nem éli meg a nyugdíjkorhatárt. Tehát lehet, hogy ki megélte, annál ilyen kedvezőek lesznek, de majdnem 40%-ban nem éli meg. Tehát azoknak nem vigasztalás, hogy aki megélte, az ezzel még élhet. Orvos barátom, ez javulni cinikus, és nem mondom a nevét meg, de egy orvos barátom mondta, hogy ez pont úgy van kitalálva a magyar egészségügy, hogy a nyugdíjkassza föl ne boldog. Igen, ezzel mi is szoktunk keserűen viccelődni. Hát nem tudom, hogy cinikusabb vagy valós ez a... Az a baj, hogy az egészségi állapotunkkal mindaddig egyáltalán nem foglalkozunk Magyarországon, amíg el nem romlik. És utána viszont pánikba esünk, ez a férfiak aztán meg pláne jellemző, nem járunk a felülvizsgálatokra, vagy a szűrésekre, isszuk a rohadt pálinkát, és minden egyéb. Elmondom a tisztelt szakértőmnek, hogy megpróbáltam az egészségemmel foglalkozni, mert a közvető orvosom elküldött egy laborvizsgálatra. Hát az első az volt, hogy nem vették fel a telefont, hogy előjegyeztethessen van a labor, a 8. kerületben vezetett a laborvizsgálatra. Ezt megértem a közvetőorvosomnak, hogy visszajöttem, de most ígérték, hogy majd javul a időpont, amit egy egyszerű primitív laborvizsgálatra beszélünk, tehát nem egy ilyen bonyolultról, a legegyszerűbb. És akkor valóban sikerült a feleséget bementés szerzett időpontot, az egy hónapra szólt. Ezért mondom, hogy baj van a 60 évvel, mert három évig a fejemben volt ez a szituáció, de pont a negyedik évben pont elfelejtettem, és nem mentem a laborra. Nem az egészségügynek a problémáiról beszélünk most, de egy dolog abszolút látható, és ez nagyon keserű tanulság, óriási tempóba megy át, aki megteheti a magánegészségügybe. Pont azért, mert már ott is várakozni kell, de ott legalább egy idő után fogadják és ellátják. És emiatt ez egy rendkívül
súlyos gond. Egyébként ez a nyugdíjasokat érinti a legeslegkedvezőtlenebbül, mert szegénynek már nincs pénze arra 70 évesen, hogy ő megfizesse a magánellátást, ha a családja nem fizeti ki helyette, és ők azok, akik most a állami ellátó intézményekben ott ülnek szegények sorba, és várják azt a sorukat, ami rettenetesen lassan következik csak el. Telefonszámunk 70-es 460 0750. Még egyszer a szám, 70-es 460 0750. És amíg nem jön a telefon, addig a írásban érkező kérdésekből, Olá Lászlóné kérdezi, mennyi lesz a nyugdíjam 2030-ban közmunkából? Közmunkában. Van egy rossz hírem, a közmunka megszűnt. Tehát közfoglalkoztatás van helyette, ami nagyon kicsike ellátást biztosít. Tehát röviden összefoglalva, csak közfoglalkoztatási bérből lesz neki nyugdíjjogosultsága, akkor nagyon-nagyon kicsike nyugdíjra számíthat. Itt van egy kérdés, ami feltétlenül napirendre vagy asztalra tennék. Egy perce kérdezte írásban a Facebookon Szilvási Ildikó. A legfontosabb a svájci indexálás visszavezetése lenne, fontos nagyon. Tegyük tisztára ezt a svájci indexálást. Az jó. Svájci indexálás ilyen nincs. Tehát ilyen nincs. Ez egy zsurnalisztikai kifejezés, Svájcban nem is tudják mi ez. Én megkérdeztem szakértőket, nem tudják miről beszélünk. Svájci index Magyarországon se volt. Volt egy olyan törvény, ez a 97 évi törvény, hogy a következőkben vegyes indexálást vezetünk be. Megjegyzem, aztán aki 97-ben hozta ezt a törvényt, 98-ban már nem az volt kormányon, tehát ennek nem sok jelentősége volt. De ő is azt mondta, hogy amennyiben a gazdasági növekedés 3%-ot meghaladja, akkor 80-20 lesz az arány a bér és az infláció között. Amennyiben 4%-ot meghaladja, akkor 60-40. Amennyiben 4%-ot meghaladja, akkor 50-50. És az emberek azt hiszik, hogy a svájci indexálás az, hogy 50-50%. Ilyen Magyarországon nem volt. Mert soha nem volt az a arány, amit itt akartak. De a kedves hallgató nem is azt mondja, hogy mi volt a múltban, mert az abszolút nem érdekli, hanem az foglalkozik, hogy mi lesz a jövőben, hogy lehet-e egy ilyen típusú vegyes indexálás. Vegyes indexálás az szerintem tőlem, tehát az én ízlésemnek megfelelően nem lesz. Én nem szeretném, hanem én azt szeretném, hogy a legjobb érdekérvényesítő csoporthoz hasonlóan, ezek az országgyűlési képviselők, a bérindexálás vegyességbe. A Magyar Országgyűlésben 3 évvel ezelőtt azt mondták, hogy kipróbáltunk már mindent, köztisztviselő alaphoz viszonyítottuk, államtitkárokhoz viszonyítottunk. Ez az egész ez bullshit. A legjobb az előző év nettó kereset növekedésének megfelelően alakítsuk mi a saját bérünket. Ezt vezették be. Tavaly decemberben rájött erre a Magyar Nemzeti Bank is, hogy nekik is ez a legjobb. Tehát ma, és megjegyzem, 97 előtt ez volt, 97 előtt Magyarországon is bérindexálás volt. Tehát, hogy mennyi jön a dolgó, a bérek és a nyugdíjak között, gondolom. Az egyik oka. Már megállapított nyugdíjak, ne szakadjanak le, mert ez volt az utóbbi. Tehát én azt gondolom, hogy tudom, hogy mit gondol a kedves hallgató a svájci indexáláson, ugyanaz, mint a svájci bicska, meg a svájci csokoládé, jól hangzik, de annak nincs teste. De nincs teste, nincs tartalma. Tehát én, ha lehetne, akkor én a bérindexálás mellett érvelnék. Bocsánat, a bérindexálásban már olyan nagyon rettenetesen rá lehet faradni akkor, hogyha a bérek nem nőnek, hanem csökkennek. Már pedig ebben az országban minden előfordul már, és elő is fordulhat még. Akkor abban a pillanatban a nyugdíjasok azt követelnék, hogy azonnal vissza az inflációs követése, mert ilyen esetben általában az infláció magasabb. Ez a vegyes indexálás szintén nem ördögtől való, de ennél már sokkal kifinomultabban oldják meg a modern nyugati rendszerek. Ott egyébként a GDP alakulásához kötik, és az szivárog át a nyugdíjemelésekbe, de ott is nagyon erőteljesen figyelembe veszik azt az igényt, hogy a már megállapított nyugdíjak ne szakadjanak el a aktív korúaknak a keresetétől, mert jelen pillanatban az utóbbi 10 év tapasztalata szerint ez nagyon erő. Olyan, mintha egy frissen megállapított nyugdíjast azonnal ráültetnénk egy elszegényedési csúszdára, ami szépen, különböző meredekséggel minden évben csak folytatódik a csökkenés. A bérindexálásnál nem ez van. A jövő évi bérindexálásnál, előttem van a jövő évi költségvetés, 10,7%-ot állított be a költségvetés. Nyugdíjra 6%-ot.
Az se lesz, de ez se lesz. Ennél jóval. 6% lesz. Hát ugye az inflációt követi a nyugdíjemelés. Persze, hogy jobb lenne a 10%, de még a legvadabb elképzelések sem terjednek annál tovább, hogy a teljes nettó nominális kereset emelkedést egy az egybe érvényesítsék a nyugdíj, akkor nincs ilyen rendszer a világon. Hát nem lehet kifizetni. Hát ki lehet, az országgyűlési képviselőre ki lehetett, a nemzeti bank a hálózat. Ki lehet, és van itt pénz a magyar költségvetésben. 200 a 2 millióval szemben. Van itt pénz a magyar költségvetésben. Az, hogy mennyi a nyugdíj és hogyan indexálnak, ez csupán politikai kérdés. Semmi más. A költségvetés olyan, amit én beírok. Hát elmúlt évben 95-ször szabták át a költségvetést. Az lehet, de akárhogy is szabjuk a költségvetést, a legnagyobb egyedi tétel az mindig mindenhol a nyugdíjkassza. Egész Európában. De nincs ilyen nyugdíjkassza. A költségvetésnek van egy sora, amiben beírják. Akkor a nyugdíjasoknak a nyugdíjára fordítandó összegek helye valahol az állami nagy bugyorba, az mindig messze a legmagasabb tétel, a legnagyobb teher, és ezt kell valahogy kigazdálkodni. Ma egyébként, ha 1%-kal akarjuk emelni 2023. júniusban a nyugdíjakat, és egyébként borzasztóan fájdalmas az, hogy nincs időközi nyugdíjemelés most júniusban, meg júliusban, de egyetlen 1% pont az 55 milliárd forintba kerülne. Tehát azért ezek hatalmas összegek. Igen, hát egy havi öregségi nyugdíj az 427 milliárd. Igen. Tehát, és most 240 milliárdot a Boráros téren egy gödörére adott a kormány. Tehát olyan nagyon nem kell sajnálni a költségvetést. Telefonszámunk 70-es 460-0750, még egyszer a szám, 70-460-0750. Dínyes László kérdezi a következőt. 61-es születésű, Magyarországon a nyugdíj folyosító leigazolt neki 27 év 345 napot. Az EU-ban jövőre 18 év munkaviszony után öregségi előnyugdíjba mehet 63 évesen. Mert az EU-ban, melyik országban? Ez Norvégia lesz, mert a későbbi kérdés van a kérdésben a Norvégia szerepe. Igen. Vajon mennyivel emelkedne a magyarországi nyugdíja, ha az utolsó két évet, tehát a 65 éves korhatárig, kb. 500 000 forintos nettó jövedelemmel Magyarországon töltené el? Lényegesen nem emelkedne, ugyanis amit a nyugdíjképletről a legelején elmondtam, hogy a 88 óta kell folyamatosan nézni a járulék alapot képező kereseteket, neki itt már 27 évet itt összegyűjtött, kiesett 18 év, mert az külföldön volt, most a végére rányom 2 évet, akkor azzal nem fogja megnövelni. Sokkal egyszerűbb lenne az befektetni valami nyugdíjcélre. Illetve azt kérdezi, hogy akkor, ha Norvégiában marad 63 éves kor után, akkor jobban jár-e? Jobban. Jobban. Norvég. Ja, igen, jobban jár. Temesvári Nórának üzenem, hogy holnap szívesen veszem a tanácsadónak, ugyanis ő azt írja, ha emelkednek a bérek, akkor a bérindexálást, ha csökkennek, akkor az infláció. Amelyek a nyugdíjasoknak erőnyesek. Úgyhogy Temesvári Nórának köszönöm a jó ötletet. Ez egyébként megoldás, mivel sok probléma. Igen. Következő kérdés, addig elmondom a telefonszámot, 70-es 460-0750, Elek Tibor kérdezi Budapestről, hogy jövő évben esedékes a nyugdíjba menetele, 30 évvel ezelőtt települt át az akkori Jugoszláviából, ahol befejezte az egyetemet, és ott volt sorkatona is. A külföldi egyetemi tanulmányait el tudja ismertetni a magyar jogrendszer. El, hiszen a Szerbiával van kétoldalú megállapodásunk, Horvátországnak már része, nem tudom melyik részről jött. Neki 5 évet jelent, azt írja. Abszolút, de ezt úgy kell érteni, hogy ilyenkor Szerbia és az EU esetében is a nemzetközi nyugdíj megállapítás azonos elveken alapul, tehát ilyenkor kettős nyugdíjszámítást csinálja. A katonaságot is el tudja számolni meg az egyetemet. A katonaságot is el tudja, azt is a megállapodás alapján. Az egyetemet meg abszolút biztosan el tudja, de még egyszer mondom, hogy akkor kettő számítást kell csinálni a nyugdíj. Tehát mind a két országtól lesz neki nyugdíja. Vagy Szerbia, vagy nem tudom, hogyha Horvátországból települt, tehát arról a területről, akkor az EU... katonai könyve van. Na de hát értem én, de hát az valahonnan már jött. Lényeg az, hogy először megállapítja majd a magyar nyugdíjhatóság, ez az első számítás, úgy a magyar nyugdíját, mint hogyha csak Magyarországon szerzett volna a szolgálati időt, és csak a magyar keresetek alapján. Ez akkor ez a magyar nemzeti nyugdíj, vagy saját jogú nyugdíj, vagy saját nyugdíj. Független nyugellátás, úgy hívja a európai jog. Ezt leírják, ezt az összeget, a másik esetben pedig azt számolják ki, hogyha minden szolgálati időt összeadnak, tehát a Jugoszláviában szerzett összeszolgálati időt, belértve az egyetemet, katonaságot, minden nyavaját, amit tud igazolni,
akkor kiszámolnak egy elméleti nyugdíjat Magyarországon, ami akkor járna neki, hogyha az összes szolgálati időt, ez az összegzettet itt szerezte volna meg, az itteni kereseteivel megállapítva, akkor ez egy második, ez úgynevezett proráta nyugdíja lesz, mert ebből az képzetes nyugdíjból ebből egy olyan arányú részt kell venni, ahogyan a Magyarországon szerzett szolgálati idő aránylik az összes szolgálati időhöz. Ez lesz a proráta, az éve prorátának egy arányosított nyugdíj, és a kettő közül a magasabb összegű lesz a magyar nyugdíja. Teljesen ugyanígy jár el a szerb vagy a horvát nyugdíj megállapító hatóság, ahol szintén megállapítanak egy saját független ellátást Szerbiában vagy Horvátországban, vagy Montenegróban, vagy bárhol, mindenkel van megállapodásunk, tehát itt nem marad ellátás nélkül. Igen, köszönöm, csak a kedves hozzászóló Temesvári Nóra köszöni, hogy bevettük a buliba. Szívből gratulálok. És Dimnyés László pedig gratulál dr. Farkas Andrásnak, hogy milyen jól tájékozott nemzetközi ügyben. Ó, hát ezzel foglalkozom. Én sem gondoltam, hogy ma bejön Jugoszlávia egyáltalán ebben a műsorban, mint kérdést. Bújtornék Gulyás Zsuzsanna kérdezi, hogy, illetve véleményt is mond, hogy logikusnak tartja a nyugdíjak bruttósítását, csak felmerül számára egy kérdés, hogy meg tudják-e csinálni az adóbevallást, mondjuk a 70 pluszosok, vagy mindjárt adótanácsadót kell alkalmazni, és akkor el is viszi neki. Teljesen automatizált az összes európai nyugdíjrendszer. Igen. Maga az adó, a nyugdíj folyosító eleve a nettó összeget utalja, és mindent le van túl. Akkor az a kezdő mondatunk, hogy a mesterséges intelligencia csak a magyar nyugdíjrendszeren tud elbukni azokat, hogy itt is a szóval. Kocsis Andrásné kérdezi, hogy miért nem számít bele a nők 40-es jogosultsági idejébe a betegszülő hivatalos ápolása? Miért csak a beteg gyerek ápolása számít? Az országgyűlési képviselőjétől kérdezze meg, nyújtson be egy indítványt, így döntöttek akkor, amikor elfogadták a nők 40 feltételeit. A beteg gyerek ápolása beszámít, a felnőtt hozzátartozó nem. Egyébként ez, nem tudom te hogy vagy vele, de én szerintem is ez egy teljes. Ha már egyszer beszámít a családtag ápolása, akkor számítson meg, mert ez mind női feladat jellemzően. Bármennyire is furcsa hangzik, most is a nők maradnak otthon jellemzően. Igen, igen, tehát értetetlen számunkra, de sokszor azt mondják, hogy az országgyűlés csak ront a szakértők által. Telefonszámunk 70-es 460-07-50, és várjuk hívásaikat. Sárvári Mihályné kérdezi, tudomása szerint a nyugdíjemelést az infláció miatt adják. Az árak mindenkinek egyformán nőnek, ugyanannyival fizet többet a kenyérért, a gyógyszerért, az, aki 4000 forint emelést kap, mint aki 50000 forint emelést kap. Pont ezért a nyugdíj emelést egyformán kellene adni szerinte, és nem százalékosan. Ez egy nagyon régi vita, gondolom Mihályéknak is van erről külön álláspontja. Ugye itt két elv ütközik a nyugdíjrendszerben. Az egyik az úgynevezett munkanyugdíj elv, vagy ekvivalencia elv. Ugye ezt mindenki elfogadja, hogy aki többet dolgozott, hosszabban dolgozott, annak magasabb lesz a nyugdíja. Ezzel nem lehet vitatkozni, mert ez egy alapvető méltányosság. De amikor már megállapították valaki nyugdíját, akkor azon már lehet vitatkozni, hogy most tovább folytassuk-e a nyugdíjas társadalom szétszakítását, és a 4000, meg akár 200000 forintos emelés legyen, vagy pedig itt legyen valamilyen csillapító tényező. Teljesen egységes emelés sehol nincs a világon, de sávos csillapítások vannak. Tehát, ami azt jelenti, hogy akinek nagyon kicsi a nyugdíja, az nagyobb arányú emelés kap, mint akinek magasabb a nyugdíja. Igen, és sem Magyarországon is volt, hogy az alacsony nyugdíjakat jobban. Igen, többször volt ilyen. 2005-ben volt egy nagy ilyen rendezés. Igen. Szóval nem akarok hosszan, mert már utolsó pillanatokban vagyunk. Az alaptörvény az változtatott a korábbi alkotmány által meghatározott megoldáson. Az alaptörvény azt mondja, hogy a szolidaritáson alapul az egységes nyugdíjrendszer és a rászorultaknak a támogatása. Ezt egyébként az Alkotmánybíróság még rajta kívül mi ez alapján még háromszor megállapított, szolidaritás, szolidaritás, szolidaritás. Ezzel szemben az apparátus még egy hónappal ezelőtt is, június 1-én is azt írja, hogy biztosítás, biztosítás, biztosítás. Itt két olyan elv ütközik, amit hát azt hiszem, hogy politikai mérlegelés lesz majd, hogy melyik és hogyan lesz ez majd számolva. Egy biztos, hogy a Központi Statisztikai Hivatal minden évben kihozza, hogy a szükséges, úgy mondja, hogy a különböző megélhetési szintekhez szükséges jövedelem.
a 65 éven félőnek azt mondja, hogy a 111.002, ez a nagyon szökös megélhetéshez. És a nagyon... létminimum? Ez egy nagyon... nyugdíjas létminimum. Lehetne ezt mondani, itten különböző életkorba hozza, és a nagyon jó szinten a 396 ezer forint. Az állami ellátást, ez van olyan politikai párt, nagy reményű politikai párt ma a parlamentben, aki azt mondja, itt kellene meghúzni az alsó és a felső. Az állami, a közfinanszírozásból. Mert azt, hogy magánnyugdíjból, meg nyugdíj előtt takarékosságból mennyit szerez, meg tőkejövedelemből, meg szerzői jogvédőhivatalból, meg bérbeadásból mennyit szerez, az már a korábbi életéből adódik. Tehát én hajlok arra, hogy az alsó és a felsőt az állami nyugdíjból azt meg kellene húzni. Ezt a spanyolok most vezették be. Ott van egy nyugdíjplafon, bevezették, és ráadásul van a legtöbb európai államban járulékplafon is, ami szabályozza ezt a nyugdíjvárományt. Nálunk egyik sincs, csak ezzel is foglalkozunk. Én a járulékplafont nem vezetném be, mert hanfizessen csak, akinek 3-4 millió forintos fizetése van, az fizessen csak sok járulékot. Azért nem jó, mert a jövőben azt ki kell fizetni egy embertelen magas nyugdíjvárományt. Nem, az nem következik hát, a nyugdíj. Ha az összes európai állam szembesült ezzel, és mindegyik úgy döntött, hogy kell járulékplafon, én azért egyetértek ezzel. Én nyugdíjplafont igen, járulékplafon nem, de persze az összes európai országban nem egy kulcsos a nyugdíjrendszer. Az is. Vagy az esélyadó. Tehát ezek együtt vannak. Itt most pontot kell tennünk. Önök a nyugdíjszervéz előadását hallották. Köszönöm szépen dr. Farkas Andrásnak és Karácsony Mihálynak, szakértőinek a részvételben. Viszont hallásra, viszont nézésre egyszer. Itt azt mondja, hogy a Tóth Károly, szépen erőltök a szüleitek ellátásán. Talán.